Sziasztok! Ebben a mai videóban a nyelvtörténet vizeire evezünk, és megismerkedünk a magyar nyelv eredetével, legközelebbi nyelvrokonainkkal, illetve arról is beszélünk egy kicsit, hogy egyáltalán mi alapján mondjuk ki két nyelvről, hogy rokonságban vannak. Jó, tehát a mai leckének a címe a magyar nyelv eredete és rokonsága. És ahogy mondtam, először nézzük is meg, hogy a tudomány milyen jellemzők alapján jelenti ki két nyelvről, hogy rokonok, mit vizsgálnak a nyelvtörténészek, amikor az egyes nyelvek rokonságát vizsgálják. Tehát nézzük, hogy milyen támpontok vannak ezzel kapcsolatban. Az első ilyen támpont az a különböző nyelvtípusok szerinti egyezések, hasonlóságok. A különböző nyelveket van olyan 5-6 ezer nyelv, amit jelenleg is beszélnek, vagy valaha beszéltek. Tehát ezt az 5-6 ezer nyelvet a formai sajátosságok alapján különböző nyelvtípusokba szoktuk sorolni. Vagyis az alapján, hogy az egyes nyelvtani viszonyokat milyen módon fejezik ki. Nyelvtani viszonyok, vagy grammatikai viszonyok, szép idegen szóval mondva alatt, azt értjük, hogy például egy cselekvésnek az idejét, vagy a módját, vagy azt, hogy kivégzi azt a cselekvést, milyen módon fejezik az adott nyelv, vagy egy adott dolognak a számát, vagy a birtok viszonyait. Tehát, hogy ezeket a különböző nyelvtani viszonyokat milyen módon fejezik ki az adott nyelvek. Ez alapján három nagy nyelvtípusról szokás beszélni. Fontos tudni, hogy ezek egyik típus sincs tisztán jelen egy nyelvben sem, tehát minden nyelvben megvan az összes nyelvtípus, inkább csak tendenciák vannak, az egyik erősebben van, a másik kevésbé. Na az első ilyen tulajdonság vagy típus, az a flektáló, vagy a hajlító jelleg. Ez azt jelenti, hogy az adott nyelv a különböző nyelvtani viszonyokat a szótőnek a variálásával, megváltoztatásával fejezi ki. Ilyen például az angolban, például a rendhagyó igéknél, hogy az, hogy jelen időben az, hogy úszom, az I swim, de vagy általában úszom, ugye, hogy korrektek legyünk az angol nyelvtannal szemben is, de múlt időben ez swam, vagy a németben ugye a gnige, aminek a harmadik alakja ging, a második alakja istgegangen, tehát látszik, hogy a jelentést ebben az esetben az igének az idejét, azt a szótő megváltoztatásával is kifejezi az ige. A második ilyen jelleg, vagy típus, az agglutináló, vagy ragasztó jelleg, és most látom, hogy nem igazán sikerült szerencsés betűszint választanom, remélem azért el tudjátok olvasni. Tehát az agglutináló, vagy magyar szóval mondva ragasztó jelleg, amikor a különböző nyelvtani viszonyokat az adott nyelv toldalékok, tehát apró kis szóelemek, szótő után rakásával fejezi ki. Hát abban a nyelvben, ahol létezik az a szó, hogy megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért, és ennek még értelme is van, azt hiszem, hogy mindannyian érezzük, hogy a magyar nyelvben elég erős ez az agglutináló jelleg. De például az angolban is van némi agglutinálás, például a múlt időt azt ugye a D hanggal fejezik ki. És a harmadik ilyen tulajdonság, vagy jelleg, vagy nyelvtípus, az pedig az izoláló, vagyis elszigetelő nyelvtípus, amikor a különböző nyelvtani viszonyokat külön kis szavacskákkal, különálló szavakkal fejezi ki az adott nyelv. Például a mandarin kínai egy nagyon erősen izoláló nyelv, de ne várjátok tőlem, hogy erre példamondatot mondjak. Azért nem kell nagyon messzire menni, az angolban is elég erős az izoláló jelleg, például azt a szót, hogy házainkban, amit mi magyarul egy szóval ki tudunk mondani néhány toldalék segítségével, ugye ahhoz az angolban három szó kell, in our houses. Szóval ez a három nagy nyelvtípus van, flektáló, agglutináló, izoláló. Ha a magyar nyelvet nézzük, mint mondtam, mind a három jelen van minden nyelvben, így a magyarban is, de azt ki lehet jelenteni, hogy nagyon erős a magyarban az agglutináló, vagyis a ragasztó jelleg, tehát nagyon-nagyon sok mindent fejezünk ki toldalékok segítségével. Azért jelen van a flektálás, és gondoljatok csak például arra, hogy esik a hó,
ugye ott hó a szótő, de havas a táj, ott pedig már hav a szótő, tehát változik a szótőnek az alakja, és izoláló tulajdonságai is vannak a magyar nyelvben is, például ugye a jelen, meg a múlt időt egész jól össze tudjuk rakni toldalékokkal, de azért a jövő időt mi is segédigével fejezzük ki, vagy a helyviszonyok közül, ugye előtt, mögött, alatt, fölött, ahhoz is használunk külön szavakat. Tehát a magyarban is keveredik a három tulajdonság, de azért az agglutináló a legerősebb. Illetve szoktak még különböző nyelvtípusokról beszélni, a fő mondatrészek, tehát az alany, az állítmány és a tárgy sorrendje alapján is. Vannak nyelvek, amelyekben ez nagyon kötött, például aki tanul németet, az tudja, hogy ott kulcsfontosságú a szórend, van amelyiknél kevésbé, szóval ez szerint is el lehet különíteni különböző nyelvtípusokat. Na, tehát ez az egyik terület, amit a nyelvtörténet vizsgál, amikor a nyelvek rokonságáról beszél. A másik pedig a nyelvek eredete. Tehát a történeti nyelvészet, vagy nyelvtörténet, az próbál rájönni, hogy milyen nyelvek hozhatók össze egymásra, vagy milyen nyelvek sorolhatók külön csoportokba rokonság alapján. Fontos tisztázni, hogy miket hívunk rokon nyelveknek, tehát akkor nevezünk két nyelvet rokon nyelvnek, ha bizonyíthatóan, vagy nagyon valószínűsíthetően egy közös ősre vezethetők vissza, bocsánat, itt kimaradt egy evető szerkesztői vakság, eddig nem vettem észre, tehát hogy azok a nyelvek rokon nyelvek, amelyek egy közös ősre vezethetők vissza. Ugye a nehézséget az adja, hogy nagyon-nagyon kevés írásos forrásunk van, tehát valamilyen módon a jelenben beszélt nyelvekből kellene rájönni, hogy melyek azok a nyelvek, amelyeknek lehetett egy közös őse. Ez korán sem egyszerű dolog, de azért elég jól működő tendenciák vannak. Hogyan lehet arra következtetni, hogy két nyelv közös őse vezethető vissza? Ugye egyrészt a típus, az gyanúra adhat okot, de az még kevés ahhoz, hogy két nyelvet rokonnak minősítsünk. Aztán könnyű lenne, hogyha a hangzás az bizonyítási pontot jelenthetne, de ugye az idők során annyit változik egy nyelv, hogy a hangzás az nem adhat igazán támpontot. Tehát kigondolná hangzás alapján, hogy az angol és a német például rokon nyelvek, hiszen hangzásukban már nagyon eltávolodtak egymástól. Ugyanakkor, ha jobban megfigyeljük a két nyelvet, akkor láthatunk ilyen fura egyezéseket, tehát például a szó elejé T, ami az angolban szó elején T, az a németben nagyon sokszor C, ugye amit Z-vel írunk, de C-nek ejtjük például. Tu, zu, together, zusammen, tang, cunge. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen, több ezer ilyen szó van, ahol ilyen megfelelések vannak, és ez nem csak az angolal meg a némettel van így, hanem a többi nyelvvel is. Tehát ebben megfigyelhetők tendenciák, és ezek a tendenciák azok, amik a nyelvtörténetnek a legfőbb bizonyítékokat nyújtják. Tehát a nyelvtörténészek sok-sok szón, nyelvtörténeti szövegen keresztül figyelik ezeket a megfeleléseket, és ahol a szavak nagy csoportján szabályosságot látnak, tehát szabályos hangmegfeleléseket figyelnek meg, ott ez egy nagyon fontos érv a két nyelv rokonsága mellett. Ugyanakkor az sem mindegy ám, hogy milyen szavaknál vizsgáljuk ezeket a megfeleléseket, hiszen nagyon sok jövevény szó van egy-egy nyelvben. Tehát nagyon sokszor megtörténik az, amikor, hogy egy adott nép a történelme során egy másik néppel kapcsolatba kerül, esetleg kulturális, életmódbeli váltásokat vesz át az adott néptől, és ez bizony a szókincsben is megjelenik. Ez viszont még nem jelenti azt, hogy a két nyelvettől rokon lesz. Hogyan tudjuk kiszűrni a jövevény szavak által okozott hasonlóságokat, tehát például mondok egy szót, a málna, az a szláv nyelvek többségében nagyon hasonlóan hangzik malina, meg hasonló hangzása van, tehát tök olyan, mintha ez egy közös szavunk lenne, pedig tudjuk, hogy nem. Na de hogyan szűrhetők ki ezek az ellentmondások? Hogy a legkisebb legyen a tévedés valószínűsége, ezért a nyelvtörténészek
egy olyan szókincsen próbálják ezeket a szabályos hangmegfeleléseket vizsgálni, amely valószínűleg a legkevésbé változott a történelem során, vagyis egyfajta alapszókincset vizsgálnak, nagyjából próbálnak visszamenni ugye a kora részkorig, és az ebben az időben használt szavakat vizsgálják a különböző nyelvekben. Az alapszókincs részei a testrészek, a rokonsági fokok, a névmások, személyes névmások, mutató névmások, kérdő névmások, a számok, az alapvető természeti jelenségek, amelyek megfeleltethetők az adott népnek abban a korszakban elfoglalt letelepedési helyével, és az alapvető cselekvések. Azért ezek tartoznak az alapszókincsbe, mert ennek a legkisebb a valószínűsége, hogy megváltozik. Tehát az viszonylag ritka, hogy egy ember elkezd, hogy egy nép elkezd a rokonsági fokait egyszer csak egy más szóval jelölni. Tehát ezek a legállandóbb szavak egy adott nyelv életében, éppen ezért ezeket vizsgálja a nyelvtörténet. És hogyha az alapszókincsekben figyeli meg ezeket a bizonyos szabályos hangmegfeleléseket, na akkor már az nagyon erős bizonyíték lehet a nyelvrokonság mellett. Tehát ezekben figyeli a tendenciákat, a szabályos változásokat. És szerettem volna nektek mutatni egy példát, itt láttok egy kis videót. Sajnos nem játssza le a prezi, de majd berakom a leírásba, és akkor megnézhetitek például, hogy mansi nyelven hogyan néz ki a számolás 20-ig. És akkor majd láthatjátok, hogy jól lehet sok ezer éve elvált egymástól ez a két nép, a mansi és a magyar. Vannak számok, amiket még a mai napig ugyanúgy mondunk. Igen, na, menjünk tovább, mert megint kicsit elszalad az idő. Nagyon fontos dolog tisztázni, ezért is szántam erre egy külön diát, hogy nem keverendő össze a nyelvrokonság, az antropológiai, értsd genetikai vagy kulturális rokonsággal. Tehát rokon nyelvet beszélhetnek antropológiailag nagyon különböző emberek is, hiszen attól, hogy a történelem során két nép keveredik egymással, attól még nem feltétlenül keveredik a nyelvük is, és ha megnézitek, például eléggé máshogy néznek ki legközelebbi nyelvrokonaink, a finnek, vagy az észtek, ugye egészen mások a színeik, és mégis rokon nyelvet beszélünk. Egyébként ebben vannak egészen érdekes jelenségek is, ott van például a bolgár nép, amely eredetét tekintve egy török eredetű név, de egy nyelvcserével elszlávosodott, ugye a szláv népeket elfoglaló bolgároknak a vezető rétege az egy török eredetű nép volt, de átvették az elfoglalt szlávoknak a nyelvét, tehát a mostani Bulgáriában élő bolgárok antropológiailag lehet, hogy közelebb állnak a törökös népekhez, mégis a nyelvük az egy szláv nyelv. És a magyarok életében legalább két ilyen erős kulturális hatás volt, amikor nagyon-nagyon sok szót vettünk át más nyelvekből. Az egyik az az időszak volt, amikor a vadászó gyűjtögető életmódból egy nomád életmódra váltottak az őseink, és ekkor nagyon sok török szó került a nyelvbe. A másik pedig a honfoglalás után, amikor ebből a nomád életmódból egy földművelő életmódra váltottunk, akkor pedig nagyon-nagyon sok szláv szó került a nyelvben. Nyelvbe, ettől viszont nem lettünk sem a törökök, sem a szlávok nyelvrokonai, mert nagyon jól nyomon követhető, hogy ezek a jövevény szavak egy adott kulturális körhöz tartoznak, vagy egy adott fogalmi körhöz tartoznak. Tehát a török szavaink nagyon nagy része a nomád életformához kapcsolódik, míg a szlávoktól átvett szavaink túlnyomó része valamilyen növénynév, vagy a földműveléssel kapcsolatos szó. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy a nyelvrokonságot ne keverjük az embertani rokonsággal, sem pedig a kulturális rokonsággal. A finnek nyelvrokonaink, nem pedig genetikai rokonaink, mert abban a szempontból nagyon régen eltávolodott egymástól a két nép, és keveredett más népekkel. De szerintem ezt már eléggé elmondtam sokszor. Na és akkor térjünk rá a magyar nyelv eredetére konkrétan.
Ugye azt elmondtuk, hogy a nyelvtani sajátosságait tekintve a magyar egy elsősorban agglutináló nyelv, most nézzük, hogy eredetét tekintve milyen nyelvcsaládba tartozik, hiszen a különböző nyelveket, eredetüket tekintve nyelvcsaládokba soroljuk. Ugye megnehezíti a dolgot, hogy tagolt emberi beszéd úgy körülbelül 70 ezer éve jelent meg a Földön. Az első írásos nyelvemlékek viszont mindössze 5000 évesek, tehát van egy viszonylag nagy űr, amit ki kell tölteni, vagy hát nem ki kell tölteni, de hogy igazán stabil, hogy mondjam, hivatkozási alapjaink csak az írásos nyelvemlékek korától vannak, ami a magyar nyelv esetében pedig még nehezebb, tehát a magyar nyelvről még kevesebb írásos forrás áll rendelkezésre, mint mondjuk az új latin nyelvekről. Oké, és a nyelvtörténészeknek az a célja, hogy a legkorábbi nyelvállapotot próbálják rekonstruálni, és az az érdekes, hogy vannak esetek, nem sokszor, mert ugye itt nagyon-nagyon-nagyon régi időkről beszélünk, de megtörténik, hogy olykor előkerülnek régészeti leletek, amik árnyalják ezt a képet, legtöbbször igazolják egyébként, az az érdekes, hogy hiába ezek a kikövetkeztetett szóalakok, ezek tulajdonképpen hipotézisek, mégis működnek a hipotézisek nagyon sokszor. És előfordul, hogy a régészeti leletek igazolják ezeket a hipotéziseket. Na de gyorsan beszéljünk tehát akkor a magyar nyelvről. A magyar nyelv az a finnugor nyelvcsaládba tartozik. A finnugor nyelv az pedig az uráli nyelvcsaládból vált ki. Krisztus előtt körülbelül 3000-rel, tehát akkor vált szét a finnugor alapnyelv és a szamojéd alapnyelv. Ez egyébként megvan a tankönyvben, ez az ábra, ott hosszabban is tanulmányozhatjátok, és igazából itt lehet olvasni a magyar nyelv alakulásának a történetét, hogyan vált külön a finpermi és az ugor alapnyelv, és aztán az ugor alapnyelvből Krisztus előtt 500 körül, hogyan vált külön az ős magyar és az ősrobi ugor. Ugye ebből az ábrából is látszik, hogy a legközelebbi, sajnos most nem látjátok, ahogy itt mutogatok a kurzorral, de ha alul nézitek balról jobbra az egyes népneveket, akkor láthatjátok, hogy a legközelebbi nyelvrokonaink a manysik és a hantik, őket korábban úgy hívták, hogy vogulok és osztjákok, de az elmúlt évtizedekben már ez az elnevezés divik, hogy mansi és hanti, mert ők maguk így hívják magukat. Tehát ők a legközelebbi nyelvrokonaink, ők viszont már nagyon-nagyon kevesen vannak, és sajnos folyamatosan fogy a mansi és a hanti nyelvet beszélő embereknek a tábora. És az önálló nemzetállammal bíró nyelvrokonaink közül nyelvrokonunk kettő van, még a finnek és az észtek, ő nekik önálló országuk is van, tehát ezt is jó, ha tudjátok, azt talán azért gondolom mindenki tudja, hogy a finnek nyelvrokonaink, elég távoli nyelvrokonaink, hiszen ha megnézitek, hogy mikor vált külön, akkor ugye már Krisztus előtt 2000-ben külön váltak a nyelvünknek az útjai, de mégiscsak azt azért szokta tudni a többség, hogy a finnek nyelvrokonaink, de jó, ha tudjátok, hogy a balti államok közül Észtországban is olyan emberek élnek, akik hozzánk hasonlóan finnugor nyelvet beszélnek, és ezért nyelvrokonaink. Nagyon bíztam benne, hogy sikerül benne maradnom a negyed órába, hát ez nem jött össze, de remélem azért hasznos volt ez a videó. Köszönöm a figyelmet, és hamarosan jövök egy újabb tanulnivalóval. Sziasztok!